Hello! Üdvözöllek a Jap nyereményjáték alkalmazás videó demóján. A nyereményjáték alkalmazással könnyen létrehozhatod saját promóciót. A látogatók lájkolják like Facebook oldalad, regisztrálnak a nyereményekért, megoszthatják a részvételt barátaikkal, majd a játék végén a résztvevők listájából kisorsolhatod a nyerteseket. Az alkalmazás ikonjára kattintva jutunk el az alkalmazás főoldalára. Ezt az ikont az oldal adminja bármikor lecserélheti, és a nevét is megváltoztathatja. A főoldal az alkalmazás főbemutató és működtető felülete. A 810x 140 pixel méretű képpel és az alatta lévő 480x 320 pixeles főoldali képpel, amelyeket az adminisztrátor tölthet fel, az alkalmazás teljes mértékben testre szabható. Az alkalmazás funkciók a főoldali menüből és a kép melletti nagyméretű nyomógombokon keresztül érhetők el. A díjakkal és a szabályokkal kapcsolatos kiemelt információk a kép alatti szöveges mezőkben jelennek meg. A kötelező részletes szabályok, játékszabályzat, adatvédelem a menüből érhetők el. A kép melletti boxban a játék egyes fázisainak időpontja jelenik meg. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a játék szervezőjének bemutatására. A Rólunk menüpontban az előzetesen feltöltött szöveg jelenik meg az oldalon. A jelentkezés fülre kattintva a jelentkezési oldalra jutunk. A jelentkezéshez szükséges adatokat itt kell megadni. Ennek az oldalnak a tartalmát az adminisztrátor határozza meg. A jelentkezés után a játékos automatikusan a barátok meghívása oldalra jut. Az alkalmazás különlegessége, hogy az eredményes meghívások, megosztások jutalmazhatók. Ha egy ismerősöd a megosztásod eredményeként részt vesz a játékban, akkor ismerősönként újabb nyerési esélyt kapsz. Az oldal kétféle megosztási lehetőséget kínál. A Facebookon megoszthatod barátaiddal a játékot, vagy az oldalon található linket is elküldheted barátaidnak. A nyerési esély növekedése azt jelenti, hogy a játék végén letölthető listában az adott játékos neve annyiszor szerepel, a nyerési esélyt szerzett. Ez egy speciális fül, amelyet csak az oldal adminisztrátora lát, és ahol a versennyel kapcsolatos adminisztratív funkciókat tudja végrehajtani. A nyertesek neve mellett egy legördülő menü található. Az előzetesen kisorsolt nyerteseket keresd ki a listából, és a mellettük lévő legördülő menüből választ ki a hozzájuk tartozó díjakat. Nyomd meg a helyezések mentése gombot, és az így beállított eredmények jelennek majd meg az eredmény oldalon. A verseny végén az eredmény oldalon megjelenik a nyertesek neve a hozzárendelt díjakkal, ahogy beállítottuk előtte a dashboardon. Nézzük meg most hogyan, milyen lépésekben tudunk egy nyereményjáték kampányt gyorsan, egyszerűen, programozói segítség nélkül létrehozni. Ehhez kattintsunk az admin beállítások gombra az applikáció lábléce alatt, ezt a gombot csak az oldal adminisztrátora látja. Az alkalmazás adminisztrátori felületére jutunk. Az admin felület két fő részre tagolódik. A felső rész a vezérlőpanel, ahol kiválasztott, hogy milyen funkciók beállítását végzed el az alsó konfigurációs panelen. Ugyanígy lehet visszalépni a Facebook oldalra, itt tudod az alkalmazás nyelvét kiválasztani a zászlókkal, valamint az előnézet funkcióval ellenőrizni a beállításokat. Fontos! Bármely nyelv kiválasztása esetén lehetőség van arra, hogy az alkalmazás beállítása feltöltése során ettől eltérő nyelven vigyünk fel tartalmat, és tetszőleges nyelvre írjuk át az app megjelenő feliratait. Tehát lehetőség van a kiválasztható nyelvektől eltérő nyelven is működtetni az alkalmazást. Kattints a Kampány beállítások gombra. A vezérlőpanelen a sorszámokat követve végezzük el a beállításokat. Az alapbeállítások alatt a kampány általános paramétereit adhatod meg. A mezők kitöltéséhez segítséget kapsz, ha az egérmutatót a sárga körök fölé viszed. A kampány neve az alkalmazás főoldalán címként jelenik meg. A következőkben a kampány egyes fázisainak időpontját állíthatjuk be. Az alkalmazás a kampány vége időpontjáig aktív. Az alkalmazás díja függ a kampány időtartamától, ezért az itt beállított időpontok alapján kiszámolt díj megjelenik az oldal tetején a vezérlőpanel megfelelő sorában. A promóciódnak rendelkeznie kell játékszabályzattal, amelyeket kétféleképpen kapcsolhatsz a kampányhoz, a játékszabályzat feltöltése gombbal vagy a szövegdobozba másolással. Mivel a játék során a felhasználói adatok rögzítésre kerülnek, adatkezelési szabályzat is szükséges. Ezt a játékszabályzathoz hasonlóan fel kell töltened, vagy beírnod a szövegdobozba. Lehetőség van az alkalmazás főmenüjében, Rólunk menüpont, a játék szervezőjéről rövid, általános információt megjeleníteni, amit az itt lévő szövegdobozban adhatsz meg. A következő mezők opcionálisak. A SEO cím és a SEO leírás arra szolgálnak, hogy az internetes keresők könnyen megtalálják a nyereményjáték oldaladat. Ezeket nem kötelező megadni, de hasznos lehet. Amennyiben rendelkezel Google Analytics azonosítóval, azt írd be ide. Ha még nincs azonosítód, javasoljuk, hogy keresd meg ügynökséged és kérd tőlük. Ez sem kötelező mező. Az admin felület következő pontjában töltheted fel az alkalmazás fejlécképet és a főoldali képet. A fejléckép mérete 810 pixel széles és 140 pixel magas, míg a főoldali képé 480 pixel széles és 320 pixel magas kell legyen. A fejlécképhez link rendelhető, amit szintén itt adhatsz meg. A következő mezők a verseny díjainak megadására szolgálnak. Az itt megadott információk a főoldalon a kép alatt jelennek meg, valamint a játék végén az eredmény oldalon a nyertesek neve mellett, ahogy ezt az admin a dashboardon beállította. Maximum 10 díj vihető fel, de egy díj a játékban több versenyzőhöz is hozzárendelhető. A rövid versenyszabályzat arra szolgál, hogy az itt megadott szöveget megjelenítheted a főoldalon a kép alatt. Ez nem helyettesíti a részletes versenyszabályzatot, amit az alapbeállításoknál kell feltölteni. Jelentkezés után az alkalmazás automatikusan felkínálja a megosztás lehetőségét. A megosztási szövegeket is itt adhatod meg külön szövegboxokban. A feliratkozó oldalon beállíthatod, hogy a játékban való részvételhez lájkolni like kell az oldalt, valamint hogy a lájk like visszavétele esetén maradhat-e játékban a jelentkező. Ugyanitt állíthatod össze, milyen adatokat kérsz a nevezőktől a játékba való jelentkezéskor. A mező hozzáadása funkcióval beállíthatod, hogy milyen típusú mezőt, milyen címkével hozol létre, és hogy azt kötelezővé teszed-e. A játék végén az itt megadott adatok a szervező rendelkezésére állnak. A hírlevél feliratkozás checkbox beállításával a jelentkezési adatok között ez a lehetőség is megjelenik. A következő beállítások azokat a szövegeket tartalmazzák, amelyek az alkalmazás publikus felületein jelennek meg. Ezeket a szövegeket módosíthatod, tetszőleges nyelvre is átírhatod, így lehetőség van a kiválasztható nyelvektől eltérő nyelven is működtetni az alkalmazást. Ennek célja, hogy az alkalmazás bármilyen nyelvi környezetben használható legyen. Az alapértelmezett szöveg az adott mező tartalmának törlésével, mentés és frissítés után egyszerűen visszaállítható. A beállított kampány publikálása a szolgáltatási díj megfizetése után lehetséges. Ehhez először add meg a számlázási adatokat, válaszd ki a fizetési módot, majd sikeres fizetés után a kampányt bármikor publikálhatod a Publikálás gomb megnyomásával. Bankkártyával történő fizetés esetén válaszd a PayPalon keresztül történő fizetést. Most nézzük meg, milyen funkciók találhatók még az admin felületen. A Statisztika és Adat letöltés menüpontban láthatod majd, hogy hányan neveztek az adott időpontig, és innen töltheted le a kampány végén a játék résztvevői listáját is Excel formátumban. A fiókon fülön a bejelentkezési és egyéb adataidat ellenőrizheted vagy módosíthatod. Az ügyfélszolgálat főre kattintással a szolgáltatás online ügyfélszolgálati felületére jutsz. Itt részletes tájékoztató anyagokat találsz, kérdéseket tehetsz fel, amire rövid időn belül választ kapsz. Ezzel az alkalmazás konfigurálását befejeztük. Az admin felületről Facebook oldaladra, a vissza az oldalra linkre kattintva jutsz el. Köszönjük a figyelmedet! Lépj kapcsolatba velünk, ismerd meg a teljes jobb szolgáltatás családot!